Felgyorsított pályáztatás. A 2014-2020-as uniós ciklus teljes támogatási keretösszegét meghirdetik 2017. június 30-áig. Osztják a tankönyveket. Az általános iskolák első három évfolyama ingyenesen kapja a könyveket. A többi évfolyam tankönyv csomagjai átlagosan 10-14 ezer forintba kerülnek. Gyerekházak országos találkozója. A biztos kezdett gyerekházak a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és a szülők számára nyújtanak felzárkóztató programokat. A 2014-2020-as uniós ciklus teljes támogatási keretösszegét meghirdetik 2017. június 30-áig. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A felgyorsított pályázati kiírás azt célozza, hogy a magyar vállalkozások a térség többi országának vállalkozásaihoz képest gyorsabban jussanak hozzá az uniós forrásokhoz, így erősítsék Magyarország gazdasági növekedését, versenyképességét, hangsúlyozta nyíregyházi tájékoztatóján Szabolcs-Szatmár Bereg megye fejlesztési biztosa. 2014-ben 1860 milliárd forintnyi uniós forrás kifizetése történt meg, 2015-ben már 2236 milliárd forint a cél, hangsúlyozta nyíregyházi tájékoztatóján Lipők Sándor. A miniszteri biztos kiemelte, utóbbi összegből augusztus közepéig már 1210 milliárd forint kifizetése megtörtént. Az adatok pedig azt mutatják, a magyarok az elmúlt években is sikeresen használták az uniós támogatásokat. 2007-13-as uniós ciklus, amelyben úgynevezett N+2-es szabály van. 2015. december 31-ig tudjuk ezeket a forrásokat felhasználni. Mai nap, tehát augusztus 28-án, pontosan nézem is a számot, 7987 milliárd forintot fizettünk ki, és a rendelkezésünkre álló forrás keret az 8200 milliárd forint. Tehát úgy néz ki, hogy amit vállaltunk, az abszorciót, a teljes 100%-os forrás felhasználást, jó ütemben haladunk, és Magyarország fogja tudni teljesíteni. A miniszteri biztos hozzátette, felgyorsított pályáztatást tervez a kormány, mert a tapasztalatok szerint a 2007-ben létrejött pályázati rendszer bonyolult volt a gazdasági szereplőknek, és a projektek megvalósítása sok esetben elhúzódott. A kormány arról határozotta a vállalkozások és önkormányzatok részére az uniós ciklus teljes támogatási keretösszegét meghirdetik 2017. június végéig. Miért is hozott ebben a kormány döntést? Azért hozott, mert a 2007-ben kezdődött ciklussal még most is azzal szenvedünk, az utolsó napokban, utolsó pillanatokban, hogy pályázatokat kell kírni, a pályázati kereteket át kell írni, hogy felhasználhatóak legyenek ezek a források. Most is vannak pályázati beadások, bírálat alatt lévő pályázatok, és egy nagy bizonytalanság az, hogy teljesen föl tudjuk ezt a forrást hasznosítani. Ez egy lehetőség arra, hogy a magyar vállalkozások a térség többi országának vállalkozásaihoz képest sokkal gyorsabban jussanak hozzá az uniós forrásokhoz, így erősítsék Magyarország gazdasági növekedését, verseny- és exportképességét. Ütemterv szerint megérkeztek, és a napokban sok intézményben már osztják is a tankönyveket. A 2015-16-os tanévben már az általános iskolák első három évfolyama ingyenesen kapja a könyveket. A többi évfolyam tankönyv csomagjai átlagosan 10-14 ezer forintba kerülnek, attól függően, hogy milyen évfolyamra jár és milyen idegen nyelvet tanul a gyerek. Ennek a nyírteleki kislánynak már az iskolatáskájába kerültek a könyvek. A helyi általános iskola 8 évfolyamára összesen 4300 tankönyv érkezett meg augusztus 18-án. A posta szállította a tankönyveket, amelyet a pedagógusok szortíroztak. A helyi általános iskolások 86%-a ingyen kapja a tankönyveket, hiszen idén az alsó tagozat 3 évfolyama térítésmentesen kapja meg a csomagot. Azok sem fizetnek, akik 3 gyerekesek, rendszeres gyermekvédelmi támogatást kapnak, vagy tartósan beteg gyereket nevelnek, illetve sajátos nevelésű igényű a diák. A többiek átlagosan 10-14 ezer forintot fizetnek idén. A tankönyveket nem csak készpénzzel, átutalással, hanem többek között iskolakezdési utalványokkal is kifizethetik a szülők. Ahogyan az ismert ebben a tanévben, az első, második, harmadik évfolyamon és az ötödik, hatodik, hetedikesek is a kísérleti nemzeti alaptanterv szerint készült tankönyvekből tanulnak majd.
Ezeket a tartós tankönyveket a diákok elvileg vissza is adják az iskoláknak, így ezeken szerepelnek a leltári számok is. Augusztus 25-ig naponta 300 iskola kapta meg tankönyvcsomagját országszerte, tájékoztatta korábban szerkesztőségünket a tankönyv ellátó. Idén több mint 12 millió tankönyvet rendeltek az iskolák mintegy 11,8 milliárd forint értékben. A kiszállított tankönyvekért nem előre, hanem az átvételt követően legkésőbb szeptember 15-ig kell fizetniük a szülőknek. A biztos kezdett gyerekházak a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és a szülők számára nyújt olyan napi programot, ami játékos formában segíti a családok felzárkóztatását, a szülői kompetenciák megerősítését és a gyermekek fejlődését. Hangzott el a gyerekházak országos találkozóján Pusztadoboson. A rendezvény lehetőséget adott arra, hogy a szakemberek megvitassák eddigi tapasztalataikat. Az országban 114 gyerekház található, amiből 64 létesítmény a kistérségi gyerekesély projektek keretében jött létre. A pusztadobosi kastélykerti gyerekházat 2009-ben alapították, és a biztos kezdett gyerekház projekt részeként a kistérségben további 23 helyszínen létesítettek gyerekházat. Úgy gondolom, hogy ez a program, illetve az ebben a programban megfogalmazott célok nagyon fontosak, nem csak a megye számára, hanem az ország számára is, és ezért örülünk annak, hogy ilyen sikeres pályázatok valósulhattak meg ezen program keretében, és valóban büszkén mondhatom el, hogy a megyében több településen van, és inkább úgy gondolom, hogy számos településen valósultak meg, akár biztos kezdett gyerekházak, akár egyéb olyan fejlesztő programok, amelyek kapcsolódhatnak a hátrányos helyzetű gyermekeknek a jövőjének a, hogy mondjam, egy kicsit szebbé, biztonságosabb átételéhez. A harmadik alkalommal megrendezett pusztadobosi gyerekházak országos találkozója a gyerekesély program országos kiterjesztésének is az egyik állomása volt. Pusztadobosan a gyerekházak országos találkozóját harmadik ízben rendezzük meg. Ez a mai rendezvény most kiegészül a Mozdul a Gyerekesély című fórummal, ahol tulajdonképpen a célközönség, tehát a gyerek, biztos kezdett gyerekház közössége, illetve a gyerekesély program közössége fedi egymást, tehát tulajdonképpen ennek a célközösségnek egy olyan programot biztosítunk itt a mai napon, ami egy olyan találkozó, ahol szabadon lehet véleményeket cserélni, szakmai dolgokról beszélni. A találkozóra első alkalommal hívták meg a gyerekházba járó édesanyákat, akikkel együttműködve fejlesztik a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket. A gyerekházban kora gyerekkori program valósul meg. A halmozottan hátrányos helyzetű családoknak szól ez a program, ahol a korai képesség kibontakoztatást helyezzük a középpontba. Különböző foglalkozásokat kínálunk fel a nap folyamán, minden nap más tevékenység áll a fókuszban. Mozgásos tevékenység, éneklés, mondókázás, verselés. A gyerekházak szolgáltatásait ingyenesen vehetik igénybe a rászoruló családok hétköznaponként délelőtt. Egy határozat szerint a kijelölt tartózkodási helyen élő harmadik országbeli bevándorlóknak is munkát kell biztosítani a polgármestereknek a közfoglalkoztatásban. Erre hívta fel a figyelmet tájékoztatóján a Magyar Polgármesterek Közösségének alelnöke. Fülöp Erik szerint a bevándorlók egyre növekvő száma miatt csak idő kérdése, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is találkozzunk ezzel a problémával. Ezzel kapcsolatban nagyon sok problémára hívnánk fel a kormányzat döntését, és tiltakozunk is ezen döntés ellen, és javasoljuk, hogy fontolják meg még egyszer ezt a döntést, ugyanis egyrészről, akik illegálisan Magyarország területére lépnek be, azt hiszem, hogy elvárható, hogy a lehető legrövidebb idő alatt kiutasítsák is Magyarország területéről, másrészről pedig hát nem csak a munkavállalások kapcsolatos problémákról beszélhetünk, hogy azon álláskeresők, munkanélküli személyek elől veszik el gyakorlatilag a munkát ezek a törvénytelen bevándorló személyek, hanem arról is beszélhetünk, hogy mindenféle közbiztonsági, közegészségügyi problémákat is felvet az, hogyha ők az egyes településeken szabadon járhatnak, kibejárhatnak, és nem pedig csak a kijelölt helyükön tartózkodhatnak. Tanszercsomagot osztotta lehet más a politika Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi szervezete Nyíregyházán. 20 rászoruló családot segít ezzel a politikai szervezet a tanév kezdés előtt.
Az elnök tájékoztatóján azt mondta, sajnálják, hogy az önkormányzatok nem szerveztek tanszerbőrzét, ahogyan azt az LMP javasolta, hiszen a tehetősebb családoknál feleslegessé vált taneszközök jó helyre kerülhettek volna, iskolákba vagy rászoruló családokhoz. Néhány ezer forint értékű tanszercsomagokról van szó, sajnos a mi anyagi lehetőségeink is meglehetősen behatároltak ezen a téren, de ezek a tanszercsomagok tartalmazzák az egyes évfolyamoknak megfelelő alapvető íróeszközöket, illetve füzeteket, körzőket, vonalzókészleteket, hasonló dolgokat, amelyek az iskolakezdéshez szükségesek. Súlyos baleset történt ma reggel Nagykálló belterületén. Egy crossmotoros elé kanyarodott egy kis teherautó. A motort vezető 18 éves fiatalember azért, hogy elkerülje az ütközést, félrerántotta a kormányt, ám így egy állóautónak csapódott. A motoros az ütközés erejétől 50 métert repült, és súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A rendőrség vizsgálja, miért nem volt a motoron hatósági jelzés, illetve azt is, hogy volt-e a fiatalembernek vezetői engedélye. 24 évvel ezelőtt, augusztus 24-én kiáltották ki Ukrajna függetlenségét. Ebből az alkalomból tartott ünnepséget a nyíregyházi konzulátus. A rendezvényről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. A visegrádi négyek országaiból is érkeztek résztvevők az 5. szolgálati kutyák és vezetőik versenyére a Tiszalöki Országos Büntetés Végrehajtási Intézetbe. A verseny célja a járőrkutyák, a kábítószer kereső kutyák, valamint vezetőik megmérettetése volt. Az NB3 legutóbbi fordulójában a Nyíregyháza Spartacus 2-0-ra verte a Jászberényt, így a csapat továbbra is 100%-os a keleti csoportban. A Nyírbátor megszerezte első pontját, miután 2-2-es döntetlent játszott az Újpest második csapatával. A Sparia hét végén Tiszaújvárosban, a Nyírbátor pedig Jászberényben lép pályára. Augusztus 24-én kiáltották ki Ukrajna függetlenségét. Ebből az alkalomból tartott ünnepséget a nyíregyházi konzulátus. A vezető konzul úgy fogalmazott, a jelenlegi ukrán helyzet beárnyékolja az eseményt, ám bízik benne, hogy hamarosan rendeződik a konfliktus. Ukrajna 1991. augusztus 24-én, azaz 24 évvel ezelőtt kiáltotta ki Szovjetuniótól való függetlenségét, azóta az Ukrán Köztársaság nemzeti ünnepként tartja számon ezt a napot. A nyíregyházi konzulátus ünnepségén a vezető konzul megköszönte Magyarországnak, hogy az elsők között ismerte el függetlenségüket. Ukrajna jelenlegi polgárháborús helyzete ellenére is fontosnak tartják a megemlékezést. Az ünnepség az ünnepség, mi ezt a napot, mint legszentebb napot tartunk, és nekünk nagyon fontos megtartani az ünnepséget. Szerintem a fiatal nemzedék számára ez nagyon fontos, mert nekik a szabadság azt jelenti, hogy az európai értékek, és ezért harcoltak, ezért mentek ki az utcára, és mi azért itt vagyunk, ünnepeljük ezt a napot, mert tisztelni kell, és tovább kell mutatni a nemzedéknek, hogy mi fogunk nyerni ebben a harcban. A konzul beszédében azt is elmondta, minden áron meg akarják védeni függetlenségüket. A békés egymás mellett élésre Kárpátalját említette legjobb példának. A megemlékezésen részt vett a megyei közgyűlés elnöke is, aki szerint ebben az időszakban fontos, hogy szolidaritásunkról biztosítsuk Ukrajnát. Nagyon fontos számunkra az ukrajnai függetlenség napja, hiszen egy több évszázados évezredes múltra visszatekintő múltról van szó, ám annál fiatalabb államról, amelyről sokáig nem sokat tudtunk. Én remélem, hogy ez a nem tudás egyre inkább eloszlik a magyar közvéleménybe. Nagyon fontos nagy államról van szó, európai léptékkel is. Fontos az ott élő magyarság sorsa számunkra, a magyar közösségnek a sorsa, és nyilván az ukrán kulturális gazdasági kapcsolatok is. A vezető konzul mindehhez hozzátette, Ukrajna sok nemzedéken keresztül vívta ki függetlenségét, most pedig abban bíznak, hogy az ország keleti felén minél hamarabb ismét béke lesz. A visegrádi négyek országaiból is érkeztek résztvevők az 5. szolgálati kutyák és vezetőik versenyére a Tiszalöki Országos Büntetés Végrehajtási Intézetbe. A verseny célja a járőrkutyák, a kábítószerkereső kutyák, valamint vezetőik megmérettetése volt.
Így néz ki, amikor egy szolgálati kutya és a kutyavezető egy versenyen átkutatja a börtönbe érkező csomagokat és talál valamilyen tiltott anyagot. A dobozban a kutyát zavaró anyagok mellett 10 g hasist rejtettek el, mivel a leggyakrabban kábítószert, illegális gyógyszereket vagy nyugtatót találnak a fogvatartottak számára küldött csomagokban. A büntetés végrehajtás országos szolgálati kutyavezetők és szolgálati kutyák versenyén vagyunk. 5. alkalommal rendezzük meg ezt a rendezvényt, és az ötödik alkalom úgy éreztük, hogy méltó, hogyha a visegrádi négyekkel ápolt szoros kapcsolat okán meghívjuk a szlovák, a cseh és a lengyel ottani szolgálatokat, és ők is érkeztek, mint külsős vendégek. A versenyen közel 60 kereső kutya vett részt, 18 hazai és 3 külföldi kutyakezelővel. Az állatok közül 13 kábítószer keresésére specializálódott, 47 pedig járőrkutya volt, akik összesen 4 versenyszámban mérhették össze felkészültségüket. A kutyáknak leginkább őrzővédő feladataik vannak, de hát nyilván van olyan specialitás is, manapság ez már majdnem minden intézetben jelen vannak a kábítószerkereső kutyák, sőt a magyar büntetés végrehajtásban, nem itt is szólok, de a magyar büntetés végrehajtásban ismereteim szerint olyan állat is van, aki mondjuk mobiltelefonok előkeresésére alkalmas. Állj! Álljon meg a szolgálati kutyát, önrengedő! Engedd el! Tiszalökön 6 szolgálati kutya van, amiből 5 járőr, egy pedig kábítószerkereső. A kutyák 12 óránként váltják egymást, a kábítószerkereső kutya napi 8 órában dolgozik. Ilyenkor az intézetbe érkező autók és az árkák mellett a beérkező csomagokat is átvizsgálja a kutya. A kutyám szolgálati neve Itó. Körülbelül 6,5 éve, 7 éve dolgozunk aktívan együtt. Találásaink kábítószergyanús anyagok többször volt, meg gyógyszerek, pszichotróp gyógyszerek. A szolgálati állatokat egyébként a büntetés végrehajtási intézeteken kívül is bevethetik, akár az árvízi védekezésben, vagy az azt követő helyreállítási munkálatokban, de nyomkövetésre vagy kábítószerkeresésre is használták már az állatokat az intézmények falain kívül. Az NB3 legutóbbi fordulójában a Nyíregyháza Spartacus 2-0-ra verte a Jászberényt, így a csapat továbbra is 100%-os a keleti csoportban. A Nyírbátor megszerezte első pontját, miután 2-2-es döntetlent játszott az Újpest második csapatával. A Spari a hét végén Tiszaújvárosban, a Nyírbátor pedig Jászberényben lép pályára. A negyedik fordulóban sem tévesztett lépést a Nyíregyháza Spartacus, Mátyus János együttese Rezes 2 góljával 2-0-ra verte a Jászberényt, így a Spari 100%-os teljesítménnyel vezeti az NB3 keleti csoportjának tabelláját. A csapat kerete a héten tovább erősödött, visszatért ugyanis a klub korábbi támadója Csorba Szabolcs. Rég ismerős a Spari szurkolók számára, nagyon szép időszaka volt itt, ha jól tudom, ismerem a Szabit már régóta. Az első osztályban is még szerettem volna Pápára magamhoz csábítani, akkor nem sikerült, most a tékozló fiú hazatér. A Nyírbátor a legutóbbi fordulóban a 6. percben már 2-0-ra vezetett az Újpest második csapata ellen, majd büntetőt is hibázott, és végül 2-2-re végzett a meccset 9 emberrel befejező fővárosiak ellen. Nagyon sajnálom, mert a kezünkbe volt a mérkőzés, és én nagyon bíztam a sikerbe, a győzelembe. Tényleg minden adott volt hozzá, ragyogóan kezdtük a mérkőzést. És a folytatásban azt mondom, az első fél időben is minden tekintetben az ellenfél fölé nőttünk, helyzetekbe is megmutatkozott. Ugye kihagytunk még egy 11-est és egy kapufát is rúgtunk. Hát összességében fél időben arról volt szó az öltözőben, hogy ezt a mérkőzést mindenképpen meg kell nyerni, és ugyanígy kell folytatni, ahogy abba hagytuk. Hát ezt próbáltuk is az elkövetkező időbe kivitelezni, de nem sikeredett, hisz egy ártatlan támadás végén, egy szabad rúgásba kaptunk egy potyagot, azt lehet mondani, és ugye volt egy kiállítás utána, ami szerintem egy kicsit megzavart minket. Mire rendeztük a sorainkat, akkor ki is egyenlítettek. A Nyíregyháza Spartacusnak a csütörtöki közgyűlés 30 millió forintos éves támogatást szavazott meg, a bajnoki cím megszerzése esetén pedig további 35 millió forintot kap a csapat. A Spari szombaton Tiszaújvárosban lép pályára, a Nyírbátor pedig Jászberénybe látogat.
A selejtező második fordulója jelentette a végállomást a US Open-en Fucsovics Márton számára. A nyíregyházi teniszező a német Golyovcsiktól szenvedett 6-2-6-0-ás vereséget. Fucsovics legközelebb a genovai Challenger tornán lép majd pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. A 2014-2020-as uniós ciklus teljes támogatási keretösszegét meghirdetik 2017. június 30-áig. A felgyorsított pályázati kiírás azt célozza, hogy a magyar vállalkozások a térség többi országának vállalkozásaihoz képest gyorsabban jussanak hozzá az uniós forrásokhoz, így erősítsék Magyarország gazdasági növekedését és versenyképességét, hangsúlyozta nyíregyházi tájékoztatóján Szabolcs-Szatmár Bereg megye fejlesztési biztosa. Ütemterv szerint megérkeztek, és a napokban sok intézményben már osztják is a tankönyveket. A 2015-16-os tanévben már az általános iskolák első 3 évfolyama ingyenesen kapja a könyveket. A tankönyvcsomagok átlagosan 10-14 ezer forintba kerülnek, attól függően, hogy milyen évfolyamra jár és milyen idegen nyelvet tanul a gyerek. A biztos kezdett gyerekházak a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és a szülők számára nyújt olyan napi programot, ami játékos formában segíti a családok felzárkóztatását, a szülői kompetenciák megerősítését és a gyermekek fejlődését. Hangzott el a gyerekházak országos találkozóján Pusztadoboson. A rendezvény lehetőséget adott arra, hogy a szakemberek megvitassák eddigi tapasztalataikat. A Kölcsei Televízió pénteki híradóját látták. Szombaton és vasárnap heti hír összefoglalóval jelentkezünk a krónikával, hétfőn este pedig a friss hírekkel. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is napos strandidőre számíthatunk, légköri front nem éri el a Kárpát-medencét. Anticiklon alakítja időjárásunkat, száraz, igen meleg levegő érkezik fölénk. Éjjel túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem várható, hajnalban néhol párássá válik a levegő. Reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben jobbára derült napos, száraz időre lehet számítani, mérsékelt marad a légmozgás. Délutánra 32 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincs térségünkben. Vasárnap, hétfőn és kedden derült napos, száraz időre van kilátás, kánikulára számíthatunk 30 fok feletti csúcshőmérséklettel, de a hajnalok azért többnyire felfrissülést hozhatnak. Szerdától nyugat felől már lehűlés kezdődik, csütörtökre több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Csütörtökön és pénteken szorványosan, a hétvégén pedig már több helyütt valószínű eső, zápor, zivatar.